A második világháború szovjet fogságról, ezen belül pedig az 1944 őszén történt tömeges székelyföldi elhurcolásokról tartottak történészkonferenciát Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumban. Az egész Kárpát-medencéből érkeztek résztvevők, akik legújabb kutatási eredményeiket mutatták be. Málenki robot, oroszul kicsi munka. Erre hivatkozva vittek el szovjet katonák civil, ártatlan erdélyiek tízezreit, úgynevezett jóvátételi kényszermunkára a Szovjetunióba, hogy aztán egyharmaduk soha ne térjen vissza. Rájuk is emlékeztek többek között azon a vándorkonferencián, mely az 1944-es tömeges elhurcolásokról szólt. Én még emlékszem arra, hogy édesapám nekem szorványosan mesélte a cukorlépások ügyét. Azt hiszem, hogy így emlegették annak idején, 89 előtt édesapám közben mesélte, hogy annak kapcsán, hogy a cukorlépát szedni mennek, aztán nem jöttek vissza soha földvára. Tamás Sándor Kovászna megye tanácsának elnöke hangsúlyozta, hogy nem szabad hagyni feledésbe merülni a régmúlt nehéz időszakának eme szegmensét. Fontos, hogy ismerjük meg a történéseket, emlékezzünk rájuk, sőt, gyermekeink se feledjék azokat. 1944 őszén tömegesen hurcolták internáló táborokba az erdélyi férfiakat, majd 45 januárjában a németajkú lakosságot, a szatmári bánsági svábokat, királyföldi szászokat is. A konferencia előadásai összegezték a székelyföldi kutatásokat. A történészek legújabb munkái, publikációi is bemutatásra kerültek. Arról hangzik el előadás, hogy mi történt 44. augusztus közepétől arrafelé a keleti Kárpátokban folytatott honvédő harcok során. Ezeknek a harcoknak mi lett a következménye? Ugye tudjuk, hogy a szovjet román túlerő betört Észak-Erdélybe, az akkori Magyarország területére. Az embereket kezdték összefogdosni, a lemaradózó katonák, akik hazatértek a családjukhoz, elegük volt a háborúból, őket is kezdték összefogdosni. Szó esett többek között arról is, hogy milyen következményekkel járt a tömeges elhurcolás az egyes vidékeken. A konferencia másnapján, szombaton az erdővidéki és barcasági történések színhelyeit is végigjárják a résztvevők. Ide minden érdeklődőt szeretettel várnak.